Csácsó, mi csöte ezt a sziasztok gyerekek, üdv a csatornán, már egy másik beköszönés, mert ez nem jó. Jó, reggel Vietnám, üdv a csatornán, szavaztok gyerekek, képer, jelentkezik, figyeljetek. Ebben ilyen majmokat tudnak tartani ebben a ketrecben, akkor a jaj, majdnem elütik a képer, futáson, már nagyon sok dolguk van, időpörgetés indul, ezerrel. Nem is ezerrel, hanem 2000-rel. Na, gyerekek, húzzunk bele, nagyon sokat kellene dolgoznunk. Nagyon-nagyon-nagyon sokat kellene dolgoznunk. Gyerekek, ami nagyon-nagyon fontos, le kell gyomtalanítani nagyon gyorsan. Utána, egyébként éjszaka is változnak a dolgok, ahogy éppen a felhő áll az égen, és hogyan takarja el a csillagos eget. Gyerekek, hát az nagyon-nagyon csodálatos. Na de várjatok, egy 8 óránál tovább, egy 7 óráig. Jézus Pipacsnak mindenféle remeit virágoznak, gyerekek. Meg kell nézni, hogy mi van a másik földön. Nem-e lesz valami? Nem lesz? Nem. Kukorica Roland birtokolja, gyerekek. Ez biztos a Kukorica Jancsinak lehet az unokája. De figyeljetek, nyomjuk neki, csapjuk neki, mint az őrültek. Nagyon sok dolgunk van, ugye meg kellene ezt növeszteni, le kellene aratni, el kellene adni. Gyerekek, tényleg rengeteg munkánk van. Első körbe lehet, hogy a permetezést megcsináltatom gépi munkással, aztán utána meg megyünk mi a sószoróval, ezerrel. Na. Nyomjuk neki, nem tudom, ezt meg tudja csinálni a gépi munkás? Azt hiszem, ezt még nem is csináltam vele. Várjátok, ez lehet bele fogok adni a traktorba. Ez mindig így pont épp, hogy sikerül kigyíteni a keepernek. Gyerekek, nagyon nagyon gyorsak kell lennünk, mert szeretné a keeper itt ezt ma learatni mindenképpen. Jaj ne, sorskártyán abban el kell indítani az időt, úristen! Kapaszkodjatok! Na, de nem, tényleg, ne essünk át itt a ló túloldalára. Milyen ló, nincs ló. Hanem dologra paraszt, nyomjad neki! Nem jó indítja el a keeper? Jól indítottam-e? Jó az, gyerekek. Itt a végében lehet, hogy maradt egy-egy pipacs. Így jobb 35%-ot ér. Jó, nem számít. Mi meg megyünk utána, lerántjuk. Csináljuk, mind az őrültek. Oda nézzük. Ez elvileg a fél világot beteríti. Tök jó, szuper jól működik, de egyébként bármit mondtok, szerintem ez nem csites, mivel egy ekkorát simán leszóra egy ekkora műtrágya szóró. Gyerekek, megállunk ám, mert egy kicsit előre haladott állapotban vagyunk. Figyeljetek, jó van, csinálj, lehet, hogy át is veszem, mert akkor már ne a gépi munkás csinálja, ha egyszer itt a keeper. Én lehet, hogy még gyorsabban is tudok dolgozni, mert nekem van motiváció, a munkásnak sosincs motivációja. Esetleg megkapja a fizetés meg a liter bort, azon kívül nem sok minden történik. Gyerekek, rááll az idő, figyeld, fölhős az idő, figyeld, biztos vagyok benne, gyerekek, vagyok olyan szerencsétlen, hogy esni fog az eső, akkor, amikor aratnom kellene, és nem tudom megvenni a földet időbe. Figyeljétek meg! Elmondom nektek, én tudom magamról, hogy a világ egyik legszerencsétlenebb embere vagyok. Mármint úgy, hogy nem az, hogy béna vagyok, hanem hogy szerencsétlen. És ez most... Mibe fogadunk, gyerekek? Hogy aratáskor esni fog az eső, pont amikor a legjobbak lesznek az ára. Ez 100%, majd meglátjátok. Az a jó, hogy egyébként, ha ilyen ennyire szerencsétlen vagy, akkor egy idő után úgy nem tud meglepni, érted? Így mindig így. Jó, már megint kifogtam, érted, de nagyon nem izgatott föl magad annyira. Na, esni fog az eső, és a szomszéd földet ugye meg akarjuk venni. Biztos vagyok benne, hogy répa vagy krumpli fog a szomszéd földön lenni, amit nem fog tudni felszedni, amikor megveszem. Figyeljétek meg, esni fog az eső, krumpli lesz. Én ezt már komolyan mondom, biztos vagyok benne. Ismerem magam annyira, hogy csoda történne, gyerekek, ha árpa lenne, vagy olyan, amit minden... Árpa vagy búza, annak 0% az esélye, az biztos. A többinek is nagyon kicsi, de krumpli vagy répa. Ahhoz nincsen gépem, amivel feszedjem, biztos vagyok benne, hogy az lesz. Na, de ne koncentráljunk erre a területre, ez talán... Jó, meg a másik, csak azt a sorskártyát ne húzzam el ki, gyerekek, hogy a... területen elfonyadt a termés, mert akkor nagyon rácseszünk, ugye ez az egy területünk van gyakorlatilag művelve, akkor igazából betukultizhatom az egészet, tehát annak annyira nem örülnék.
Nem tudom ti mennyire, hogy vagytok ezzel, de én akkor így ered vágnék magamon konkrétan. Tökön szúrom magam, az biztos, de... Na, akkor a mai célokat így... Fú, nem vagyunk valami összeszedettek, a mai célokat próbáljuk meg összeszedni, így agyba legalább, ha másban nem. Meg hogy nem biztos, hogy sikerülni fog, mert ugye... Nem, miért ne sikerülne, na. Megcsinálom a permetezést, megcsinálom a műtrágyázást, utána... aratás lesz, ugye belepörgetünk az időbe, aratás lesz, lesz majd egy sorskártya húzás. A másik földet meg kellene vennünk, olyankor kellene megvennünk a másik földet, amikor be van érve, ha csak nem grumpli, de no, nem mondok semmit komolyan. Én valahogy, valahogy nem tudom, én ismerem magam sajnos tényleg. Na, gyerekek. Egyébként tök élném tényleg azt a permetező helikoptert, tehát egy ilyen kis feature-t, egy ilyen kis érdekességet belevinni a játékba. Tök autentikus lenne, mert ugye használták, meg még ráadásul tök gyorsan végig lehet, tök hamar végig lehet reppenni a térkép fölött, meg ugye tényleg nagyon jó, nagyon jó. Jó az a mód, bár szerintem munkás ezt nem nagyon tudja ellátni, de nem is várjuk el tőle. Tökéletes fordulás, figyelj rép, hogy nem fogja elérni a fát. Oda nézzé, Keeper úgy érzi a gépet, hallod, mint hogyha a testének a meghosszabbítása lenne, mint hogyha az ujjaim lennének kifeszítve, gyerekek. Komolyan. Ugye? Tökéletes. Jó, itt meg látjuk, hogy a vonalig lesz lehúzva, talán még egy sorba bele fog férni. És akkor meg is vagyunk, gyorsan leszórjuk, és már mehet is az időpörgetés 2000-rel, egészen addig, amíg be nem érlik a termés. Nagyon kíváncsi vagyok, ugye hamsterelni is fogjuk ezt a területet, fú, nagyon izgalmas dolgok fognak történni ebben a részben, olyan dolgok, amiket még nem csináltuk, és azok mindig izgalmasak egyébként. Soha nem szabad félni az új dolgoktól, gyerekek, azt ne felejtsétek el, mert lehet, hogy jó dolgokat hoznak, ugye? Nem biztos, mert lehet, hogy rosszat, de... De ebben az esetben tudjuk, hogy annyira nagy probléma nem lehet, tehát a szalma összegyűjtésével valami alternatív utat kell találnunk azzal a hamsterrel, mert nagyon nem fogunk elférni a közutakon, úgyhogy az ilyen tipikus szántóföldi gép, tehát olyan, hogy nagyon, nem nagyon szokták szerintem azzal szállítani közúton a járművet, bár a ruszkikból mindent is kinézek, úgyhogy meglássuk, hogy hogy van. Úristen, gyerekek, ma tudjátok, mit ettem? Nem tudom, hogy szoktatok enni. Olajos halat. Volt egy ilyen cikk, hogy mi az, amit nem érintett leginkább élelmiszerbe az inflációt és a drágulás. És tudjátok mi? Az olajos hal. Az olajos halnak pont ugyanannyi az ára, mint volt. Gyakorlatilag jó, megdrágult már jó régen, ugye, egy időben nagyon olcsó volt, emlékszem rá, hogy ilyen 2000-es évek környékén, akkor ilyen az olajos hal az olyan olcsó volt, hogy ilyen, mit tudom én, ilyen pár száz forintért megvetted. 1-200 ért úgy értem, a drágábbat is. Ezt utána ugrott egy ilyen rettentő nagyot. Azt nem fogjuk tudni egybe lehúzni, semmi gond. És mondjuk ilyen 400-500 forintra, és azóta úgy van. És úgy mondom, akkor veszek egyet, nem mint hogyha nem a spórolás miatt is, de hát a spórolás miatt is, meg nagyon régen ettem. De azt utálom az olajos halba, hogy még három óra múlva, majd még egy nap múlva is érzed, hogy azt tettél, olyan fú, ilyen rossz, ilyen nehéz érzés kerít hatalmába. Főleg, aki nem nagyon bírja az ilyet, füstölt sprotni is van, ugye, azok ilyen nagyon picik. Na hát abból ki tudod fogni, amiknek rajta feje, meg vigyorog bele szembe a izébe, az olajban. Hát azóta nem veszek olyat, mert egyszer vettem egy olyat. Abban volt jó fajta. Nem is tudom milyen márkájú, tudjátok, az ilyen kör alakú barna doboza van, és nem tudom milyen sprotni volt az a jó. Egy ilyen fej volt az oldalán, hogy ami halásznak a feje, vagy nem is tudom, nem emlékszem, hogy mi volt a pontos neve. Na mindegy, az jó volt. És szoktam menni, és akkor volt ilyen másik fajta, csak az volt, vettem. Azt mondja, hogy kibontom, hallod, vigyorog a halnak velem szembe, ott van a szeme benne, nézegetnek. Dick mondom, hogy nem szórakozzál. És én értem én, hogy azért, hogy most nem eszem meg a szemét, de itt folyik bele, nem a hallével, meg az olajban, meg mindent. Hát,
Ezek ezt olyan szinten elmentek el, azóta nem mertem olyan menni. Na gyerekek, figyeljétek, ezt nézzétek! Transformer! Hoppá! Becsukta a hattyú szárnyait. Egyébként ezt gondolom, ez ilyen régi gépeknél az ilyen manuálisan kellene kinyitnunk, ugye beraknunk a csapszeget szépen, mert semmilyen hidrolika, meg semmilyen pneumatika, meg semmi nincsen, pneumatika mondjuk bajosan lenne. Úgyhogy ja. Látok, ugorjunk a krisztálba. A krisztál jó, nagyon. Ennek meg ment egészéig a motor. Jó, egyébként szerintem terelve többet tesznek a gépek, a farming szimulátorban is úgy van megcsinálva. Csapjuk le az egészet. Így egyébként sokkal jobban látni, hogyha először csinálod meg a gyomtalanítást, tök jó átlátni, mert eltűnik ez a sok mindenféle virág, ugye elszáradva itt jelen van, de ugye gyakorlatilag el van tűnve. Egyébként a műtrágyázást ezután minden körül, mindenféleképpen én azt javaslom nekünk, gyerekek, hogy izébe csináljuk. Akkor fogjuk csinálni, amikor még tarló van, mert akkor nagyon-nagyon látod, ugye akkor nem takarja semmi a területet, akkor tök látod, hogy hol tartottál, így most egy kicsit nehezebb, így egy kicsit viszonyítani, hogy hol tartottunk, így egy kicsit nehezebb. De ugye a mapon persze meg lehet nézni, hogy kihagytál részt, de hát utána már nyűgös. Egyébként nagyon halványan látni, ugye ilyenkor érdemes innen fölülről nézni, hogy a sötét rész az, ami le van már műtrágyázva, a világos, az meg nincsen. Ha gyorsan végigfutunk rajta, azt ránézzük még a mapon, valószínűleg nem lesz vele gond. Na, ez a műtrágyázó, ez kellett, mert az a nagyon szűk, azért az el lehetett lenni. De egyébként egyáltalán nem csites áll, ezt figyeljetek, egy ilyen, milyen széleset simán csap egy ekkora műtrágyázó. Szóval ez teljesen reális. Nagyon, ja, így nem látni, izékkor kell, amikor még tarló van, akkor kell megoldani az első trágyázást, akkor lesz érdemes. Na, vagyunk. És még egy csík, ugye? Majd pont elvegyük, és akkor még egy csík meg lesz. Jó van, és egyébként úgy látom, hogy ez a műtrágyázó bőven elég. Elég egy erre a földre. Na, ugye megvan a kettő vetőnk egyébként, hogyha megvesszük a földet, akkor ugye össze fogjuk mindenképpen szántani. Mert arra szükségeltetik majd az nekünk. Nem szeretném, hogy itt benne legyen ez a fás rész, egyben legyen az egész, úgyis ugyanazt fogjuk vetni mind a kettőre. Ja, és sorskártya húzás lesz, hogyha végeztem a műtrágyázást, a sorskártyát is kihúzza a keeper. Figyeljétek, ezt lehet, hogy meg is megpróbálok befordulni ide. Ez már bőven lehúzza. Egyébként úgy tudom, úgy van megcsinálva a farming szimulátorban, hogyha olyan helyen használod a műtrágya szórot például, ahol a földön nem a tiéd, például félig lelóg, akkor oda nem is szór. Tehát az animáció megvan, de gyakorlatilag oda nem szór, tehát nem, oda nem veszítesz magot. Vagy nem veszít, nem magot, hanem műtrágyát. Pétis Shout, gyerekek! Egyébként nem tudom, azt említette vele az előző részben, akartam róla beszélni, hogy nagy vita volt erről a messzezés témáról kommentekben, és tényleg Magyarországon nem messzeznek. Többen írták, már később, már azóta is. Ugye olyan földön, ahol nagyon lugos vagy savas a kémhátása, akkor kell visszaállítani a pH értéket. Na gyerekek, oké, meg vagyunk. Most például itt bekapcsolod, Mária? Látod? De fogy, baze! Azt hittem, hogy nem fogy, de úgy látom, hogy fogy. Majd ránézek a térképre, hogy mi a helyzet vele. Felső részek által, hogy művelt. Oké, ezzel vagyok kíváncsi. Igen. Amik vannak, ott van egy kis gyom, jó, van annyi baj legyen, meg ezek a csikok, azért nincs ott duplán trágyázva, mert ott nincs is elvedve, és a vető ugye nem trágyázta. Ott hagyott ki a vető ilyen csikokat sajnos. Csikókat! Gyerekek, csikókat hagyott ki. Ide szépen lerakjuk, és akkor bele is pörgethetnék az időt. Mit húzom az időt, gyerekek? Figyeljétek meg a szomszéd fölre, biztos répa lesz vagy krumpli. Biztos. Olyan szerencsétlen vagyok, gyerekek. És azon, hogy... Ja, itt van.
Oké, okay, ja, bele kell pörgetni, nyugodtan menjen. Várjál, meg is nézem, mert ott látom, hogy már valami történik. Várjál meg. Figyeljetek, jaj, de jó lenne, hogy árpa lenne, legyen árpa. Szomszéd földön legyen árpa, gyerekek, legyen, legyen. Yes, yes. Szólja! Júj! Szólja, bab! Nem hiszem el! Szerencsém van a képernyőnek! Jaj, de jó, szerencsém van! A gyerekek, pörgessünk az időben, azt neki kell karatni. Úgy látom, a napos az idő is, hát nem hiszed el, képer. Még a végén szerencséd van. Na gyerekek, aratási, jó, izét mondtam ugye, sorskártya. Jaj, csak az ne történjen, hogy le fog izélni a termés, mert akkor ez neked buktuk ezt a földet. Na jó van, mindegy, bele kell vágni. Roppant kíváncsi vagyok, nyomunk egy összekeverést, úristen, úristen, na, keverd össze. Gyerekek, imádkozzatok, most azt nem húzzuk ki, hogy elveszik a termés arról a földről. Jó, ezt már húztuk is ki. Gondolom, örülök neki. Akár még egy gépet veszítettem annak, bármilyen körültem volna. Jó, akkor váltó hiba van ezen a gépen, nem használhatom, ott rohadjál meg. 23-mal mehetünk, ugye. Annyi 3-mal félre vonszolom, ne legyen útba. A hátrafele nem a izé szerint működik. Gyerekek, a hátrabelet megy, mi? Azt kellene, kéne egy olyan sorskát, hogy csak hátrafele mehetsz vele. Aztán akkor így húzkodhatnám a portkocsit. Jó, ezt ide félre rakom. Váltóhibás ebben a részben. Jó, annyi baj legyen van a gyerekek. És most árpát fogunk aratni, és hamsterezni fogunk, és bazz, megőrülök. Gyorsan. Egyébként valószínű, hogy veszek még egy portkocsit, amíg elkezdődik az aratás. Egyébként ez a cső mindig rákerül. Gyerekek, mai részben a föld, a szomszéd földet meg kell vennünk. Kíváncsi vagyok, mennyit fogunk keresni. Jaj! Jajajaj. Kezd megint izajelenni, itt káosz, majd rendet kell rakni. Csak egyébként valaki írta, hogy állandóan a gépeket rendezgetett, valaki meg egyébként azt írja, hogy rendetlenség van, úgyhogy elég nehéz eltalálni a kéréseteket, gyerekek. Nagyon jó, egyébként figyelj, ezt meg akarom mutatni. 100% megtrányozott, 0% gyom. A izé rendezett 100 órást be kéne kapcsolni. Úgy. Oké. Okay. Aztán adjál neki rozi. Jó, ez nagyon érdekes most, nekem nagyon érdekel. Engem. Harassá, tesó. Oké, okay. Jó. Ez az. Kellene nekünk egy hamster, meg kellene nekünk egy pótkocsi. Nem tézé, ugye csak azt használtam. Valószínű, hogy hatalmas hozama lesz. Egyébként lehet, hogy kéne vennem még pótkocsit, mert kezd kevés lenni. Úgyhogy veszek is egy pótkocsit, gyerekek, még egy valamit. H7? Mire tippeltek? Mondjuk a remorka az jó volt, a remorkát kéne. Magasítóval, jó, legyen még egy remorka, két remorkával hordjuk a szemet. Figyeljetek, szükség lesz rá, higgyétek el! Nem is megyünk, hátul el tudok menni, ne az utat használjam, gyerekek. Tök jó, tök jó. Nagyon örülünk. Viszont jó sokszor kell a hamsterrel fordulni. Hát ez a kombány, vagy ez a vágószerkezet, ez nem a legszélesebb. Rohadtul kíváncsi, hogy mennyi pénz fog kijönni belőle. 25 ezernél vagyunk 20, vagy 24 ezernél. Ugye meg fogjuk látni. Duráltunk a csávónak, e? Nyomjad neki, tesó! Ugye jövünk a remorkába, még egyje. Rajt is van a izai. Júj, várj, állj, minden állj! Árpa fölfele megy, gyerekek. Árpa fölfele megy. Álljál meg. Árpa fölfele megy, csináljunk egy kis... Pont jók vagyunk. Nem hiszem el, hogy minden összejön. Várja. Oké, okay. Árpa beállt. Itt még fölfele megy. Megvárjuk azt. 8-11. Felősödik az ég. Jó, nem? Gyerekek. Beállt ezen a helyen. Gabonamolomhoz visszük. 1140-nél. Valószínűleg olyan túl sokkal, hát sokkal nem menne feljebb. 1110.
Gyerekek, 1100. 1000 literje. Nem értem egyébként, akkor miért nem izébe adja meg? Literbe, vagy... Nem is tudom, nem? Miért nem literbe adja meg? Még egyszerűbb lenne számom. Miért pont 1000 liter? Oda sincs írva, hogy 1000 literbe van meg. Na mindegy. Nem tökölünk. 24 ezerünk van. Visszük a remorkát. Meg ugye közben kellene majd összeszedni. Várj, ez a szalmát, ezt meg sem néztem. Jó, majd megnézzük még. Pörgünk, pörgünk, gyerekek. Szerintem az egyébként abban a hamsterben az összes szalba belefér. Meg kell venni a földet, gyerekek, és le kell arakni kapásból. Szója van rajt. És akkor ki tudjuk próbálni a szaúját is. Abból megint tudunk... Ki tudjuk próbálni a szója, hogy mennyire jó. Tök jó, hogy itt el tudom érni a boltot hátul. Ez annyira baró. Már megérte. Egyébként ez a ezek a földek a legjobb. Itt gyerekek mindenképpen itt. Hogyha gazdálkodtok, szerintem itt érdemes ezen a mapon itt elkezdeni. Na jobb, mint a TS-telep környéke szerintem. Na jó, ez mellé is állok, mert... Úristen, milyen gyorsan arat ez. Nem durva egy kicsit? Ez gyorsabban megy az éjbe. Búzába. Hú, baza, egyébként az egy remorka üresen is már megfog minket. Mi van, beizé? Beállt a fék? Ment a levegő, vagy mi történt? Na. Baza, sose érjük utol ezt a kombányt. Menjünk már, menjünk már. Villog már. Már ilyen mennyi van benne. Meg dudálnak, mint az őrültek. Várja, testvérem! Na várja! Hadd ürítsünk, 96%-on, hogy te meg itt tolatgatsz nekem, megvadítasz. Oké, akkor két sor egy izé. Két sor... Mennyi? 6000, ugye? Két sor 6000. Hát ez... Ja, nem tudom, hány sor lesz egyébként. Roppan kíváncsi vagyok rá, hogy ez mi lesz ebből. Ugye neki csapjuk ám a következőnek. Ezt a táblát kéne innen kivárnia. Mert mindjárt tovább. Itt legalább van szerintem 10 sor. Ha nem több. Gyerekek, ez baromi nagy pénz lesz, érzem ma. Oké, okay. Ha meg kéne nézni a RFC-t. Ez 900. Gabona malomnál. Ez jó is. Jó van gyerekek, akkor le tudjuk vinni remorkát a másikat is. Mert ugye azon még van repce. Úgy gyerekek, szarra keressük magunkat. Mai részben mindenképp meg lesz véve a... Meg lesz véve a, meg lesz véve a, meg lesz véve a... Jó, jó, hogy azt a krisztált vesztettem el egyébként. Egyébként semmi trükközés nincs benne, nem gondolom, hogy pont azért azt a gépet használom, mert azt lukom el. Egyszerűen úgy gondolom, hogy... Szerintem ez itt tök jó. El kéne vinni. Figyeljetek, akkor két remorka lesz az ilyen szemes mindenes, és akkor csinálunk egy ilyen műhelykocsit azzal a flatbeddel, jó? Azzal a lapossal. És akkor arra veszünk majd magokat, meg mindenfélét, és akkor azon fogja hurcolni. Jó, gyerekek? Szerintem az itt frankó lesz. Mit gondoltok? Úgy érzem, hogy az lesz nekünk a jó. Oké, okay, menjünk is. Gabonamalomhoz, mert ugye a kettőt fordul, azt meg is fog telleni. Tudom, hogy egyébként félig van most, csak ugye a repcét jól lenne leüríteni, aztán meg hát, mert azt is le kéne róla árulni. Ezzel még mi van? Szójabab. Figyeljetek, végzek, ez be is fog növekedni. Igaz, hogy valószínű, hogy se trányázban se semmi nincsen, de plusz pénz lesz, amikor meg fogom venni. Ó, gyerekek, indul a gazdaság befele nagyon, össze fogjuk szántani, az egy külön rész lesz biztos, amire rendbe hozom itt a területeket, de utána azért már fogunk működni rendesen. Ekkor a területen ugye, hogyha figyelj, egyen le tudsz szedni 40 ezeret, akármiből is, mert 40 ezeret lehet, a dupla területen
80, meg még a köztes rész, ugye az is hozzákerül. 100 ezret egyvet és forgóval le fogunk szedni. És akkor ugye van tényleg le fogunk minden... Figyelj, 100 ezret leszedünk egyvet és forgóval. Akkor itt a mellette lévő 9-es, 8-as földet is lassan, hamar meg fogjuk tudni venni, mert azok ilyen 200 ezer körül mennek. De valószínű, hogy akkor már ezért fogunk cserélni gépparkot. Hogyha tényleg vetésforgónként 100 ezer, akkor abból megvan egy csodálatos rába, vagy akármi, vagy egy klassz dominátorok. Mindenképp egy tök jó gépparkot össze fogunk hozni, hogy azzal tudunk már normálisan dolgozni. És akkor utána megyünk földekre újra. Na. Jó, kikandikáltunk szépen. Egyébként tudjátok, mi az, ami még változott a traktorokban, meg az autókban is nagyon az utóbbi időben, mármint a modernizálódás korában. És nem is nagyon veszed észre. Az üvegek. Nézd meg az üvegeket, mi furcsa rajt. És most nem arra gondolok, hogy ilyen törés álló, meg olyan izé, nem szilánkosan törik, meg ilyesmi, hanem az, hogy régen, hogy autókban is, és a traktorokban is, például az MTZ-ben minden üveg sík. Látod? Ugye nagyon nehéz volt megoldani a izét, a hajlított üveg, nagyon nehéz volt megoldani, ezért így csinálták meg. Na, mi van, bazó? Ja, meg kell változtatni, lehet a... Ja, majd nem tudom, mi volt. Ja, mert a másikon voltunk és az még nincsen fölötte, oké. Okay. Semmi gond, gyerekek, semmi gond. Csak az a baj, most a repcét, ugye azért 6000-et kaptunk. Tehát akkor mondjuk, hogy 31000-ről kezdjük. A... Na, mi van, bazó? 31000-rel kezdjük. Kíváncsi vagyok, mennyi árpát tudunk eladni. 31000! Segítő magtára megtelt. Jújjj, menünk el vissza, mind az őrült. Ugye ilyenkor még csak jelzésértékű. Jó. 31000-rel kezdtük a... Most kíváncsi vagyok, mennyit fogunk összeszedni a nap végére, az aratás végére. Mindennel együtt. Bár ugye a hamsterezés az egy plusz összeg. Tehát oké, hogy mi azért kapunk plusz pénzt, de ugye fogy az üzemanyag is, meg az idődet is vesztegeted bele, szóval nem tudom, hogy megéri-e egyébként, hogy azt csináljuk, hogy azért nem biztos, hogy árpát érdemes, vagy búzát, már csak a szalma miatt, ha csak nem majd állattartásra vetemelünk, gyerekek. Jó, gyorsan menjünk, baze. Halljátok, ki van itt számolva, pedig ez nincs is messze. Még jó, hogy ezt a közeli helyre visszük. Ezt is egyébként lehet, hogyha pár euróval drágábban adjuk el máshol, de rohadt messze, akkor nem biztos, hogy megéri. Hát figyeljetek, olyan dolgokat érdemes ott termeszteni, amelyik közel van az eladóállomáshoz. Ez reális. Pont visszajött a kombány, és akkor elvileg most fordul, és meg is... Fúra telt már? Lehet, hogy már fúra telt. Két kör alatt, jó, meg is van. Meg van neki az oda-vissza kör. Jó, akkor 31000-től számoltuk. Hát a földnek az értéke a szomszéd földé biztos, hogy meg lesz, az 72000-be fáj. Kettő remor kezd, pont egyébként az MTZ-nek még nem nagyon fáj, de azért már kezd. Jöttem, ne aggódj a testvérem. Jöttem, ahogy bírtam, bocsánat. Adjad neki, adjad. Hű, srácok! Ez nem kis pálya. És most nem azt mondom, hogy most, olyan marha gyorsan, de én érzem, hogy ez az 1 milliárd euró, ez meg lehet. Én úgy érzem, hogy ez az 1 milliárd euró, ez meg lehet. És valahogy így érzem az esélyt rá. Na, kellene hozni a nagy hamstert, csak ezzel valahol félre kéne állni. Olyan helyre, ahol nem bántó. Hát ez pont bántó lesz.
Fél a hang valahova. Oké, srácok, mert ugye még egy kör, aztán megint megtelik. Oké, okay. Kellene hozni az 150-essel a nagy hamstert. Ezt a pótot, meg odébb húzom. Benzinmotor indítja a dízel motort, ugye? Elvileg úgy van, kis motor indítja a nagyot. Ja, ugye, amúgy körben szerintem ez a gép az, amelyik le volt, úgyhogy ez valószínű, hogy 180-as rábára becseréljük majd, minél hamarabb. Akkor már legyen magyar gép, és ezt megint le kell halkítanom, mert borzalmasan hangos, pocsért a gyerekek. Nem akarom, hogy játok mentés, menthetünk is egyet, most tök mindegy, mikor mentek. Kikapcsoltam az automata mentést, mert idegesít, hogy állandóan menteget a játék. Itt még mindig egy darab tojás sincs, pedig azóta már eltelt 856 nap. Úgyhogy érdekes. Most kacok. Megnézzük, ez mennyire fog megtenni. Lehet, hogy egy kicsit túlzásba estünk. Bár inkább legyen ez egy nagyobb, mint hogy többször kelljen fordulni vele. Nem látom, hanem. Tökéletes. Ez kérni fogja a motor teljesítményt, ugye rögtön. Ez hamster a javából. És ennek nincs üző, ennek nincs kardánhajtása. Mert bekapcsoltam elvileg, de ez lehet, hogy kerékről hajtott, vagy... Aha, szedi, jó. Vajátok, azt meg kéne néznem, hogy a szalmát az hol veszik. Egyébként összekevertem a szalmát, nem az az ikonja. Ez az ikonja, 120. Istánónál veszik 120-ért, ugye? Ennyi van. Ez mi az ikon? Ez a lefele ikon. Ja? Most látszok, hát ez amire megtellik, arra szerintem lemegy a nap. 1%, mondjuk tellik ez gyerekek, tellik. De nagyon jó. Hát olyan túl nehéz nem lesz, hál' Isten. 8% slipünk van, motor teljesítmény 100%, szerintem tökéletesen jól viszi ezt az a gép. Tök jó, nagyon jó. Tetszik, ó! Tetszik, figyeljetek, akár mennyit is szerünk össze, mindjárt ki lehet számolni egyébként, hogy kb. Mennyi lesz rajt. Figyeljetek, ha 10% lesz egy csík körülbelül, akkor fúra meg is tellik. És akkor 90 000 szer 100. 10 000 évvel, ugye várja? Na, annyira nem is lesz rossz. Annyira nem is lesz rossz a szalmállalás, gyerekek. Bár azt ugye meg fogjuk tudni várni. Oda nézve, mind a kettő telik. Azt meg is fogjuk tudni várni. Még ez a fordulás, ez most nem tudom, hogy fog sikerülni. Bocs, de ezt külső nézetben megpróbálom, mert... Lehet, hogy átmegyünk. De nem. Ennek a fordulóköre mindig meglepennek a gépnek, gyerekek. Komolyan mondom. Ez egyszerűen nagyon brutál. Ez nagyon jó. Hoppá! Kombányőrítés! Kombányőrítés, gyerekek, menni kell. Pont figyelj, meg fog állni szerintem. Álljál meg, barátom, álljál meg, Sanyi! Látok. Átörünk belé. Álljál meg, tesó, nem látsz? Ha fullon vagy, testvérem. Arra a téletbe, gyerekek. Lesz itt lóvé, azért, azt hiszem, zárpa nem lesz rossz. Mekkora területek lesznek ezek? Úristen, mennyi munkánk lesz. Ja, nagyon gépek kellene, mindenki... Figyeljetek, kamiont is kell vennem, mert nem lehet ezzel a pótkocsival hordani ma. Meg lehet, hogy rá kell lenni a szójára, mivel akkor kevesebbet kell fordulni, kevesebbszer kell üríteni. Ugye, hogy a szója egyébként jó. Mert nem, nincs ilyen böszme nagy hozama. Igen, megint kiigazítom neki.
Nincs. Oké. Itt is ezt mindjárt megcsinálom. Ezt mehet tovább, gyerekek, ez erre. Mennyi időm van? Úristen! Ez bár részben szeretném megvenni a következő földet, hát valami legyen. Valami. Valami haladás legyen. Haladás MGTS, gyerekek. Nem tudom, valami jó nevet találjatok már ki ennek a TS-nek, mert nincs semmi. Aztán akkor táblát felraknám. Tényleg valami jó nevet, hogyha tudtok. Keeper haladás MGTS, vagy... Hanyatlás. Aljátok, Keeper hanyatlás MGTS legyen, nem haladás. Na jó van, dolgozzon. Nem dolgozik, va. Elindítottam, csak nem volt teljesen a szélen. Azt a betyár mekkora porkocsi cucc. Sanyi. Nagyon beteg. Ahol félek érre állom meg én. Ugye jövünk a hamsterrel is, az is a baj. Hát igen, valami gyorsabb eszköz kellene, amivel hordjuk a szemet, mert ez így... Ez nem hatékony. Oké, dolgozz el, barátom. Nyomjuk neki a szalmázást. Egyébként ezzel szeretek most így menni. Legszívesebben ezt csinálnám, hogy így szépen kerék közé venni a izét. Szalmát. Mondjátok azt, hogy nem állt meg. Jó. Szépen 15. De kíváncsi, 14-jel húzza, kíváncsi vagyok, hogyha meg... Már tele lesz kávé, akkor mennyire fogja. Ez lehet, hogy meg se, el se fogja bírni az összeset. Figyeljétek, annyi szalmánk lesz. Ez valahova kinyomnám, apám, lenne egy nagy depó. De nem fogjuk kinyomni. Nem fogjuk adni egyenlőre. Nem, az a több mint 20%, vagy több mint 10% egy csík. Ide kellett ez a gyerekek, ez a gép. Ide kellett egy ekkora hamster, mert nem tudtam volna már mit csinálni. És képzeljétek a pici. Ez 90 ezer literes ez. A pici az nem is tudom valami, talán 10-valahány ezer. Ez már bőven megtelt volna kétszer. Próbáljuk meg belső méretbe ráfordulni. Pont itt a tábla, figyeld. Okay. Ezt lehet, hogy azt kell volna, hogy átmegyünk szembe, mert pont itt a tábla. Jó, vissza. Ki kell kerülni, azt a, az az ócska tábla az etünne innen, jól lenne. És vissza a földre. Oké. Okay. Jobb vagyunk, ugye? Jobb vagyunk, jó. Jó, hát ugye, hogyha nagyobb kombány lesz, akkor nem lesznek ilyen sűrűn a sorok. Akkor gyorsabban össze tudjuk kapni. Szuper, jól vagyunk. Még mindig 14-jel húzza, hát a szalmának nincs olyan marha nagy súlya biztos. Ez egy 90 ezer liter más, mondjuk szója, az biztos megnyomná. Figyeljetek viszont, hogyha leürítjük a kombányt, akkor mindenképp azt kéne csinálnunk, hogy el kellene vinni, nem, már mondjuk 6000, ugye? Akkor még egy adag férne bele, bár lehet, hogy nem tudjuk elrángatni. Figyelj, maximum akkor 10-50 kává elhúzzuk, de mindenképp kellene valami nagy kamaz, vagy valami, amivel hordjuk a szemet. Nem is, lehet, hogy nem is nyerges, de, hanem valami billencs. Valami billencs kamaz kellene. Az ifa ide kevés lesz már, gyerek, kifát majd valami másra esetleg használunk. De ide van, már nagy gépek kellenek. Nagyon gyorsan kinőttük ezeket a földek, vagy ezeket a gépeket. Olyan gyorsan nem egyébként. Gyorsan időbe, de ez már hányadik rész? Ez a 20-sokadik résznél vagyunk ma. Ez a fordulókör, hallod? Ez nagyon durva, nem? És ugye mivel forgózsámolja, és tök könnyen befordul, szinte maga alá be tudod fordítani. Ez nagyon jó. Ezt egyébként tudja a gépi munkás csinálni? Nem, ezt nem tudja. Oké. Okay. Megint üríterik el, úgyhogy várjatok. Eddig nem állítom meg. Ezt azt kellene, hogy mellé állok. 57%-on vagyok, még egy ráférne, még egy adag. Ez valahogy okosban úgy kellene megcsinálni, hogy az egyik... Úgy
kéne megcsinálni, hogy ideállok, és átugrom. Így, ezt leüritek. Ezt csinálhatja tovább a dolgát nyugodtan, meg én is csinálhatom. Kíváncsi vagyok tényleg, melyik fajta gabona, melyik fajta termény hozza a legnagyobb pénzt nekem. A másikba is rakunk. Lehet, hogy elvisszük gyerekek, mert akkor meg már a szegény MTZ le fog kotkodálni, bazze. Hátsó igaz, nincs tele. Ezt visszatesszük ide, ugye? Hogy menjen. MTZ-be megyünk korébb, mert ez nem néz se Isten, se ember, mindjárt nekünk jön. Mondtam én. Oké, gyerekek. Hallod? 17.000 liter van rajtunk. A kapásból olyan 19.000 pénz lesz. 9-re bírjuk húzni, de hát valószínű, hogy majd kiérünk az útra, az lesz jobb is. Azt a betyár, gyerekek. Szenved az MTZ, és még rug is. Írja, hogy rug egyébként. Ugye a izébe is be tudod magad a tarlóba is rugni, egy megfelelően erős géppel, hogyha megfelelően nagy cuccot húzol, és túl nagy lesz a slipje, akkor simán beássa magát a keményebb földekbe is. Hát, na, itt azért 20-ra elhúzogatjuk. De azért rendesen érezni, hogy súly van mögöttünk. Jó, gyerekek. Visszük a termény nagy pénzeket. Szomszédfőt megvesz, összeszánt, csinál, gépeket lesz. Nagy gépeket veszek, akkor felelnyi idő alatt meg lesz az aratás, felelnyi idő alatt meg lesz a kultiválás, IH-tárcsa, rávasteger, klassz dominátorok, esetleg több combine. Szépen. Géppark csere lesz valószínűleg, hogy a földvásárlás után nyomunk egy egész vetésforgót ezekkel a gépekkel. Akkor bezsákolunk egy 100 000-et, utána géppark csere lesz, gyerekek. Frissítjük a gépparkot. Hagyjunk meg gépeket, mint MTZ. Az Ethel Crystal esélyes, hogy menni fog a háztól, bár megszerettem. Tök jó kis gép. A T150K az kicsit, mint hogyha akasztaná a játékot, az lehet, hogy menni fog. Egy 180-as rábába gondolkozok, hogy azt kellene venni, az meg bőven kijönne, meg esetleg Class Dominator 1. És utána, a Class Dominator után majd már lehet, hogy azt csináljuk, hogy ugyanolyan kombájból veszünk még egyet. Gyerekek, azért van itt baj, hallod? Szenvedünk az MTZ-vel. Itt van egy kisebb várok. Azt a betyárba az. Hát igen, ezért kellene egy teherautó. Kell egy teherautó, gyerekek, komolyan mondom, leginkább egy teherautóra vágyom, mert ezzel rengeteg idő megy el, meg a kombájnosod vár. Pont most néztem a Speedzone, meg volt egy ilyen klasszos sajtótájékoztatón voltak, és mondták, hogy ezek a gépek, jó, hát ezek a régiek még nem, a komcsi rendszerben nem jó, de az új gépeknél az a legrosszabb, hogyha állnak, úgyhogy nagyon meg kell szervezni a logisztikát a szántóföldön, főleg aratáskor, hogy mindig legyen egy átrakókocsi, ami kiviszi a kamionba, ugye az csak annyit csinál, mert nagy földekről beszélünk. Ugye nem a kamion áll oda a kombájn alá. Na. Közben ürítünk, jó. Nem a kamion áll oda a kombájn alá, hanem van egy átrakókocsi, ugye. Ami gyakorlatilag kiközelítést végez a kombánytól, ugye a kamionig. Úgyhogy valamilyen szinten egy idő után mi is így fogjuk szervezni komolyan a munkát, hogy legyen átrakókocsis traktor, és az viszi a gépekhez kifele, és akkor gyakorlatilag, amíg a kamion visszaér, addig ugye az átrakókocsi azt tud dolgozni. De hát lassan meg silót is kell venni. Gyerekek, 57.000-nél vagyunk, 31.000-nél kezdtük, úgyhogy már 26.000-et kerestünk, gyerekek, már 26.000-et. Ugye 31.000, mivel ugye a szóját ezt nem számoljuk bele. 25.000-et kerestünk, és én azt mondom, hogy körülbelül fele föld még vissza van. Figyeljetek, lehet, hogy az árpa jó lesz, meg ugye még ott a szalma, azt letermeljük. Nagyon élem ezt a részt. Jaj, gyerekek, itt be kéne menni. Nagyon élem ezt a részt. Ezt az erdős, meg kéne venni ezt az erdős állat. Gyerekek, már burzsolyak leszünk, akkor lehet ám gondolkozni, hogy mit veszünk, mit nem. Erdőt,
ezt, azt, amazt. Figyeljetek, hogyha kihúzzuk a jövő sorskártyát, a múlti sorskártyát, lehet venni a srácoknak egy, mondjuk egy erdőterületet, aztán menni Stilfirészt, aztán akkor srácok, akkor gyerünk, akkor letermeljük többen. Értitek? Egy olyan részbe. És akkor kézzel felszavarni, frankó, minden. Hogy ilyen 3-4 ember letermelne egy ilyen erdőt. Erdőt amúgy sem szeretek termelni, egyedül tök jó lenne. Megtelt a magtár, tessék gyerekek. Azért lenne jó ilyenkor kiközelítő kocsi. Hát nem traktorra oldani. De hát még egy kicsit, még gyengék vagyunk. Hát mi, miben gondolkozunk, ne ilyen durva. Még régebben még eressel kutkoztunk. Most meg abban gondolkodik a keeper, hogy kiközelítő legyen. Átrakó kocsi kamionba. Jézus, nem, először egy kamaz, egy billencs kamaz kellene. Kellene hordani. Szerintem ezzel nem gazdaságos egy MTZ-vel hordani most a szemet. Mondjuk olyan túl messze nem kell, de hogyha véletlenül kifogunk egy olyat is, hogy még messzebb kell, akkor meg még nagyobb gondok lehetnek, várjál? Nem, ez valami nem stimmel. Álljál meg, barátom? Újra egy kicsit át kell vennem itt a tőled a dolgokat, mert bajok vannak. Csalcok, itt vannak bajok. Hát miket művel ez a csávon? Miket művel? Ez a fiatal! Szóval egy kicsit utána dolgozni. Ja, meg hát egy nagyobb kombájn nem csak azért lenne jobb, hogy szélesebb, hanem ugye nagyobb kapacitás. Ez is nagyon fontos. Hát ja, feléri már több elfogyott. Ha belegondoltok, feléri már több elfogyott. Ebből is egy 40 ezer fog lejönni, csak plusz még van, lesz a szalma lehet. Nem állítottuk meg a 10-150 kát, aztán itt zabálja az üdvagyagot meg. Nem kézi? Húzzunk odébb egy picit. Csak épp annyira, hogy tudjuk a kombányt megindítani normálisan. Már itt állhatok olyan tarlóra. És mindenképpen a műtrágyázással fogunk indítani egyébként a tarlón. Szegény Krisztál le van üdvéve szedálva, mi? Jó, itt meg ugye vissza fog forogni, semmi gond nincs. Egyébként ez a drón, ez egy hasznos gép. Szereti a keeper. Na indulja. Dekes, miért nem indulsz? Na, elindult. Végre elindult. Na gyerekek, 1050 kell. Nem, jól megállítottam. Sajnos, aha, jó, lenn van, oké. Okay. Indulj meg, sok a dolgunk. Jó, gyűjti. De imádom. Na, viszont az istállókhoz kell vinni, valami olyan urvonalat kell találni, ahol meg lehet, lehetőleg ne közúton menjek ezzel a nagy vasfáccsa. Ezt ki sem engednék, bazze. Csak valami útvonal engedélye, nem? Hát ez hatalmas. Viszont örülök neki, hogy hamster vettünk és nem bálázott, mert azt meg nem kell összeszedni akkor. Úgyhogy ez tök jó. Tizenöttel húzza, nincs semmi baj. Hát ennek súlya nincsen ugye. Most a kombány egy kicsit sokáig fog tökölni, szóval van időnk. Figyeljetek, egy az egybe visszafordítom. Figyeld. Kihúzzuk eddig. Egy az egybe, befordulsz az idő mellé a gép. Mondani. Ekkora király ez a gép. Ez a fordulókör, ez beteg jó. Odani. És akkor egyből már itt húzza. Egy darabot nem hagyunk a gyerekek, egy fika azt nincs. Bár jó lenne lemosni. Ha olyan az üveg, mint hogyha nem is tudom, opálos lenne. Hoppá, nem jó helyen húzom. Jó, szeri azért. Na most van félig kb. Még bőven meg, több mint fele megvan, úgyhogy itt lesznek azért bajok.
nem fog elférni. De kíváncsi lennék, kiüríteném azt egy ilyen valahova ilyen földre, mekkora kupac izé lenne. Szóval a gyereke. Ezt be lehet kötni sílózó után? Azzal kíváncsi lennék, hogy megküldené ide kukorica szárra. Ez egy durva lenne, nem? Ja, hát ezzel nem nagyon kéne forogni azon a területen. Hát ott odarovott a fű körülbelül. Tudom, nem rohad oda, de hát szegény az nem valami szuper, hogy ott hagytuk. Majd kicsit elhúzzuk erre, hogy azért legyen fordulási helyünk. Úgy. És akkor mehetünk is vissza. Á! 1050k, nem tudom, a Rába 180 ezt tudni fogja ezt a fordulókör, de szerintem nem. Ugye a 180-as az még nem törzscsuklós, a 250-es lehet tudja, de ez a 1050k az egy csoda. Ezt imádom, ezt a gépet. Ez így, ahogy megvettük, egyedül az, hogy egy kicsit mintha lagoltatna, de nem. Vészes. Gyerekek, ez nagyon beteg. Ide kéne a Big Gun című nóta, ugye az AC/DC-től. Big Gun! Ennyit tudok belőle, úgyhogy ne akarjátok, hogy énekeljem. A Combine azt meg arat ezerrel. Majd utána dolgozunk természetesen. Ezt a betyár mennyi szalmat, egy Jézus úristen. Ugyanúgy, okosba. Kifordítjuk balra, utána visszaszedjük jobbra. Ja, egy picit érdemes kifordítani, és akkor tök gyorsan átfordul. Jaj, de jó. Jaj, de jó. Nagyon tökéletes. Oj, oj. Hát ez a gép, ez erre van kitalálva, komolyan mondom. Ezeket, ez szerintem ezt a T-150-kát, ugye van az a ruszki tárcsa, amit használjuk vele, meg ez a ruszki... mi ez? Itt meg miért volt kevés a... nézd oda! Itt meg kevés... kihagyta a nem szó szalmát, érdekes. Ja, ez a ruszki izé hamster, ez pont illik hozzá. Ez nagyon adja vele. 80%, nem sokára. C segítő befejezte a munkát. Opa, várjál. Na ne mondjad! Egyébként ez meg nem eszik üzemanyagot? Mert ma kétszer learadtunk vele, de még mindig ugyanannyi üzemanyag van benne. Ez ilyen nagyon izé, nagyon eko. Ja, hát ezt így, sajnos egy kicsit így agyusztálni kell. Már csak a felső részben, gyerekek, lehet, hogy az árpából nem annyira fogunk meggazdagodni. Bár ugye lehet, hogy följebb is mehetett volna az ár még egy kicsit. Annyit csinálok, hogy ugye kiürítek akkor már. Kiürítünk ide a hátsó kocsiba. Oké. Mondom, kiürítünk a hátsó kocsiba. Ott ezt segítek neki, megcsinálja, jó, hát utól is érjük szerintem majd, hogy nem a kombányt. Úgyhogy ez is frankó. Jó lenne beleférne ebbe a két portkocsiba, de egyébként, ja. Azért annyira nem nagy biznisz az árpa, megnézzük majd, hogy mennyit kapunk a... Megnézzük, mennyit kapunk a szalmáért, majd belepörgetünk az időbe, hát még szerencs. Egyébként figyeljétek, az ilyen dímbes dombos a mellette a föld, azt nézem. Látod? Van egy közepére egy böszmenet domb. LOL. Ezt nem is vettem észre, látod? Dombos. Oké, mert itt is testvérem az úrba. Oké, nyomjad neki barátom, szerintem az be is fog férni a magtárba. Jó, átugrunk, aztán már nyomjuk is. Na mi van? Versenyezünk egyet, tesó? Nyomjad neki, tesó, nyomjad! Ez meg fog telleni, el kell vinnünk mindenképp. Jó van, mert egyébként ugye, hogy a szalmából nincs olyan, hogy árpa szalma, meg nincs olyan, hogy búza szalma, mindenképpen egy helyre fog menni.
Szóval, ha búzát fogunk csinálni, akkor is... Ha azt akarom mondani, hogy ha Amsterdam marad, miután visszajöttünk, annyi baj legyen. Ezt félre tudjuk rakni, nem az belőle semmi gond. Na, csinálunk egy jobbost, egy balos visszafordítót. És elfér odaréz a fal mellett. Hát, ezt a T-150-kát nagyon sajnálom eladni, ez nagyon hasznos, nagyon bírom. Szeretem. Ezt a gépet nagyon megszerettem. Ez nem kérdez vissza, gyerekek. Igaz, motorlót 100%, kicsi slipje van. Egyébként most már csak 13-mal húzza, figyeled? Ugye 14-15 elhúzingálta azért. Kíváncsi vagyok, mivel húzzák ezt a valóságba, ezt a nagy kordét. Szerintem MTZ-t nem akasztják előre, az biztos elé. Mennyi idő van, gyerekek? Úristen! Be akarom fejezni ebbe a részbe az aratást, úgyhogy lehet picit hosszabb lesz, nagyon-nagyon rá vagyok függve most erre. Hogy így dobál, nem így pattog. Rendesen bepattog néha. Az egy kicsit furcsa, hogy nincs elő nyílás, nem látsz rá az első kerekekre, hogy hova mennek. Ugye MTZ-nél is van az a két kis ablak. Ez tök érdekes, vagy tök jó. A gyereke. Balra kikapjuk. Jobbra visszaszeded. De se szállsz a gázról, aztán már adod is neki. Gyerekek, ezen voltam az előbb? Mi a, elhagytam? Baza, megtellettünk! Jaj, bocsánat! Nem figyeltem. Mondom, hogy a francba van még meg ez a rész. Na várjatok, akkor annyi kellene, az istaloknak pont megy le a szalmának az ára. Segítem, hogy befejezte a munkát, azt írja, de várja. Le kéne állítani, shift-tabbal vissza egyet. Nem mondod, hogy befejezted, de nem jó, még gyerek. Egy kicsit pörgetünk az idővel. És meg kell nézni, hogyan áll az ár. Az 12. Meg a szomszéd földje ugye, úgyis be kell, hogy érjen. De viszont az, ne, az a lényeg, hogy az ne legyen, ne arassák le. Szóval azelőtt mindenképp meg kell állítani az órát, hogy azt learassák a szomszéd földet, mert akkor az nekünk nem lesz jó. Úgyhogy várjál, úgyhogy ezt így valahogy ki kéne akkumulálni. Mindig ránézünk. 112. Megnézzük, fölfele induljon meg. A szomszéd föld érjen be. Nem indul meg fölfele. Beérett a szomszéd föld. Jó, gyerekek, nem jó. Nem jó, nehogy learassák. Nem tudom, meddig lesz ott. Eső, bazza, ne! Eső van, ajaj! Na most meg vagyunk lőve. Nem merek ki tovább pörgetni. Figyelj, 112. Jó, befejezte a munkát. Semmi baj, gyerekek, meg kell vennünk a szomszéd földet. Nem tudom, hogy van-e annyi... Van-e annyi? Az a baj, ezen csak 9000 van. Az 10000-et ad. Az csak 60... 1000. 70... Meg kell venni a szomszéd földet, mert baj lesz. Meg kell venni a szomszéd földet. Nem... Semmennyit nem pörgethetek időt, mert lehet, hogy le fogják aratni. Úgyhogy időpörgetést azt felejtsétek el. Most ez egy kicsit ilyen... A szalmával elcsesztem, nem? El kell volna adni a szalmát, még időbe. Jó, az aratás ugye megfeneklett, esőben nem lehet aratni, nagyon kevés van, mindegy. Nem azzal fogjuk megváltani a világot, el kell adni az összeset. És el kéne van szorogni oda. Figyeljetek, lehet, hogy azt csinálom, hogy várjatok. Először adjuk el a szalmát. Ez úgyis 90000, az tele van. Nehogy learassák, gyerekek. Dörög az ég is egyébként. Amit kellene tudnunk, a 112, ja, istál. Ugye nem pörgethetek az idővel. Viszont a szalmát, ez várhatnénk. Nem, gyerekek, megpróbáljuk kihozni a szalmán kívül
az árát a szomszéd földnek, mert ugye megvettük, akkor már tudok pörgetni időt. És akkor utána tudok a szalma árába befolyásoló tényező lenni. A szalma eláll abba az izébe kotlába, nincs semmi gond vele. Ja, jó. Halljátok? Mondokodik a Keeper ezerrelem. Ebben mennyi van? 3000 liter van ám. 3000 liter, az még hozzájárul. Figyeljetek, az is majdnem 4, ne 3000. 3500, mi ez 4000 pénz, ami itt benne van nekünk. Na várjátok, pörgettem az időbe. Mi lett a izébe? Várpával. A gabonamalomnál lement az ára. Központi gabona elevátorhoz kell vinnünk. Gabonamalomnál lement az ára, nem baj, központi gabona elevátornál kb. Ugyanad vagyunk. Hú, még jó, hogy megnéztem, látjátok? Erre nagyon figyeljetek, ugyanad leviszitek, aztán már annyivel kevesebbet kaptunk volna. Jújjúj, gyerekek, jújjúj. Szóval nem sikerült végérvényesen elcseszni. Az a lényeg, hogy ne arassák le a szomszéd babot. Ugye azonban ilyenkor is megy az idő. Nincs az, hogy nem megy. A gyerekek, MTZ. Azon gondolkodok egyébként, hogy a T-150K-t ne fogjam elé. Ez. Majd eljutunk oda. Ne kéne mennem a fűre, ott gyorsabb. Központi gabona elevátor. Lehet, hogy átmegyünk a TS-telepen, gyerekek. A TS-telepen ugye át tudnék menni. Figyeljetek, 13 ezer... Fű, bazza, micsoda fények vannak, apám. 13 ezer liter. Ezért kapunk, körülbelül... 14 ezeret. Fű, de nagyon-nagyon necces lesz, gyerekek. Ott a T-100-et fenni. Nagyon necces lesz, nem tudom, hogy ez meg fog elérni. Meg azon fidódok, átmenjek el TS-telepen. Mondjuk teljesen fölösleges, mert itt a föld szélébe elmegyünk, az a lényeg földre nem menjünk rá. Mert akkor az nagyon süpper, 25-re tud menni, úgyhogy nem nagyon veszítünk sebességet így. Úgy itt okosba, ki az útra, ugye? Még jó, hogy ismerjük a terepet. A bobot nehogy, elveszítsük, közben lejárt ugye a rész. Ebben a részben meg kéne menni. Já, gyerek, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon necces az egész. Komolyan mondom. Lehet, hogy pont az annyi múlott, hogy a portkocsit megvettük, vagy akár micsoda. Azért lenne fontos megvennem, mert rajta bab. Egyébként nem érdekelne annyira, hogy siessek-e vagy nem, de hogy rajta bab. De ugye időt nem pörgethetek, aratni nem tudok. Itt még onnan tudunk szént szerezni, hogy eladjunk gyors a üzét. Eladjuk gyorsan a szalmát. Az istálóknál annak is szar az ára, hiába is vártam bele, de hát... Dörög az ég, de durva. De jó. Pont beütött az eső. Figyeljetek, olyan mázim van, figyeljetek, le lesz szaradva, amire visszaérek. Tuti. Komolyan mondom, tuti le lesz szaradva. Meg kell venni ezt a földet, mert utána már nincs semmi gond, mert ugye akkor már én elrakom le. Siessünk, siessünk. 29-nek a vége, 30. Nem, ennek magasabb a vége, jó. A 25 a krisztálé. Ide kell hozni egyébként majd a cuccot, de ezen az úton nem jár autó, úgyhogy nem lesz gond. Hiszen itt van az istálók, ugye? Mit kell adnunk? Meg húzzunk bele nagyon bazzon, még át kell hozni, le kell hozni a szalmát is. Most nem mérlegelek. Minden perc számít, tényleg, lehet, hogy egy pillanaton múlik. De olyan félek attól, hogy visszamegyek arra, már le lesz szaradva a bab. Szomszédföldön, meg attól félek, ez nem lesz meg annyi pénz, mint amennyit akarok. Zúg az eső. De talán akkor ők se arathatnak, várjál. Van ilyen feature a játékban, hogy akkor ők se arathatnak? Mi van? Ja. Mi van, mondd be, mi? Vigyázz, az oldal! Egyébként arra kell figyelni, amikor az oldalat lenyitott,
hogy a kerékcsavaroknál meg arra ne üljön fel. Egyszer láttam olyat, amikor billentett fát az ürge, és akkor úgy csapódott le az oldal, hogy pont beszorult a, van egy ilyen védőgyűrű a kerékcsavarokon, és oda beszorult, és gyakorlatilag emelte le a pót magáról, magát. Gyerekek, meg van, meg lesz, baza, elszámoltam magam. Ez egész jó áron veszik, úgy látom. Elszámoltam magam, gyerekek, meg tudjuk venni, úristen. Dürítsd, dürítsd, dürítsd. 70, ki... nem lesz meg, baza. 71.800, ne őrítsél meg, öcsém. Nem lesz meg. 73 az a... Ó, te fiú! Jó, még rajd van. Gyerekek, el kell adni. El kell adni, el kell adni, el kell adni, el kell adni. Hol van a szalma? Mennyibe veszik? És még ráadásul nem is nyertünk semmit rajt, mert azt hittem, hogy gyerünk azt... Ja, az nem szalma. Istálló, az istállók. Ezt jól gondolom, hogy ott van. Itt van, ja, jó gondoltam, ott volt. Jó, most elég könnyen eljutok, meg megy is mind a... az őrült. Gyerekek, esküszöm, hogy... Nehogy már az esőbe folyásolja a slipet. Onda néz. Hát lassabban megy úgy, hogy izé, eső van. Én szerintem jobban is csúszik, valahol át kéne mennünk. Vigyázzatok innen, gyerekek? Nagy vassa vagyok? Nehéz tüzérséggel? Eladjuk a izét, eladjuk ezt. De ebben már remélem meg a 92.000. Mennyibe kerül egy literje, vagy literje kerül akkor? 1000 liter kerül. Ó, de nagyon-nagyon lassan megyünk. Kitiborjuk itt a répáját a szomszéddal. 1000 liter kerül 100-ba. Akkor 10.000 liter kerül 1000-be. Gyerekek, ez a szalma... Hallod, azt nem mond, mert akkor megőrülök. Már, valamit én nem elszámolok, ugye? Nem mondod, hogy ez csak ennyibe kerül, 1000 liter. De nem, 10.000 liter kerül 1000-be, akkor ez egy olyan 10.000 körül fog fájni, ugye? Jó, akkor ez jó lesz, csak addig ne adják el. Figyeljétek, ilyen ködös a lámpa előtt, vagy ilyen köd van, tök jó, nézd meg, ott a jobb alul. Gyerekek, hátsó úton próbál menni a keeper, 31-en, hát ez nem kicsi, oda nézzék. Az a baj, megy az idő, de talán akkor ők se tudnak aratni, nem tudom, bár nem bízok ebben, hogy ilyen mechanika van a játékban. Kukorica János, vagy milyen unokája learat. Ez akkor baj lesz. Ez olyan fordulék, hogy annyira bírom azt a gépet, gyerekek. Milyen epikus. Itt meg szerintem középre veszem a felezőt. Ha nem akarok... Ó, azt a betyár. Jó, hogy ezen az úton nem haladnak járművek, ott a temtézére. Hagyhatjuk a világítást, nem erül az aksi. Azért vannak itt olyan események, például az első, ami azért keresztbe tudja húzni a számításodat, mi? 71.870 gyerekek. Azt a betyárul is tereteket. Komolyan mondom. Kipa szenved, mint a Pilátus. Szenvedek, mint a Pilátus macskája. Úgy, te férünk? Oda sem merek nézni, jó, nem fértünk. Nyitva van a kapu, már várnak minket. Adané. Hú, ez... Ezt meg kell nézni. Jézus, adané. És akkor nagyjából tudunk is számolni, ugye 31.000-nél kezdtük a pénzzel, 81.000, gyerekek 50.000-et lekaptunk, és még 50, több mint 50.000-et lekaptunk, és még van rajt izé, van rajt árpa. Meg még nincs összeszedve, gyerekek az árpa az baró jó. Ugye? Több mint 50.000. Akkor ez adja, ez nagyon adja. Jó, a gyerekek, nagyon gyorsan megvegyük. Talajösszetétel, oké, az rajta van, jó. Növekedés, betakarításra kész, úristen, gyerekek. Megvettük, more! Enyém!
Ennyi minden, már nem beszél senki tőlünk, gyerekek. Jó, hadd essen az eső, figyeljetek bele és pörgetetek most már az időbe. Már az enyém, már nincs gond. Végig legyen vége az esőnek. Mi van, vége lesz még az eső, vagy? Oké. Faze! Úris, ez hatalmas. Egyébként azt írja, hogy már nem esik, azt még mindig esik, de jó. Jó, most srácok, semmi gond. Tudom, hogy egy kicsit hosszabb lett ez a rész, de úgy érzem, hogy megérte. Viszont az árpa nagyon megéri, gyerekek. Eddig abból szedtük le a legnagyobbat. Ugye 50... Több mint 50 ezret szedtünk, és még ott van egy csomó szalma, meg még ott van egy csomó... Szerintem, hogy erre nem tudok, csak a TS telepen keresztül. Ott van még egy csomó szalma, meg még gyakorlatilag van rajt szem is. Úgyhogy a TS, vagy az árpa eddig a nyerő. Így sokkal többet hoz, mint például a kukorica, vagy többet hoz, mint a... Mit csináltuk? Mint a repce. Úgyhogy, igen, a szalma az megdobja. Mert ugye ez, körülbelül még a fél területen ott az a szalma, ez megint egy 10 000, úgyhogy de minimum 65 ezeret összekapsz árpából. Ugyanannyi, mennyi kukoricából, talán 40 ezer körül jött ki. 45 ezer jött ki a repcéből. Szóval eddig nekem az árpa az, ami leginkább jobb. Sanyi meg almorik, aztán sír közben, tök aranyos. Maskocok. Ez most nem volt rossz. Tudom, hogy jó hosszú rész volt, jó nyögvenyelős, jó szenvedős, de megcsináltuk, megtettük, amit kögyerekek. Jó voltunk, én úgy érzem, hogy tényleg nagyon jó voltunk, nagyon jól sikerült. Figyeljétek, a feleföldön még ott a szalma, az még minimum 10 000, még van egy kis mag, az egy olyan 5 000 körül talán van. Úgyhogy gyerekek, tökéletes. Megoldottuk. Miénk a következő föld, amin pont beérett a bab. Igaz, hogy gyomos, meg nincs megtrágyázva, de hát ingyen lesz rajt, úgyhogy le tudjuk aratni, mehetünk is tovább. Összeszántás jön, gyerekek. Komolyan mondom, ez most így jó. Ez most egész jól jött ki a végére, az eső nem kellett volna. De úgy érzem, hogy ez jó. És az árpa, gyerekek, nem is gondolná az ember, nem? Nem is gondolná az ember, hogy az árpa, az ilyen nagyon puritán, az hozza a legnagyobb hasznot. De az hozta, látjátok, kipróbáltuk ezt is. Úgyhogy ez is, erre is érdemes volt ezt a sorozatot csinálni. Gyerekek, nézzétek, a gazdaság. A gazdaság tolódik arra. Tudom, bár ilyen hosszú a rész, de mennyire hosszú a rész? Jó, hát annyira nem is hosszú egyébként. Egész jobb vagyunk. Annyit akartam megnézni, a következő föld az mennyire jó. Hogy mekkora. A következő föld, gyerekek, az 263 ezer. De ugye ezen a két földön már árpából akkor minimum, hát hogy 60, nem 120 ezeret le tud durrantani. Tehát majdnem két rész alatt, két és fél rész alatt bőven meg lenne a következő terület. A 9-es. Utána ugye megyünk a 8-asra, ami még nagyobb, de viszont ugye a 11-10-9-en már hatalmas mennyiségű tudsz termelni. Szerintem a 9-es az van akkor, mint a 2, a 11 meg a 10 együtt, úgyhogy ott már egy vetésforgóval minimum 200-250 ezer pénzt tudsz leszedni. Azért 250 ezer pénz egy kör alatt az már nem, mert rossz. Hozzáveszed a 8-asat, az megint megdobja szerintem. Ebből az összes földből így ilyen 400 ezret. Egy aratással biztos, hogy ki tudsz nyerni, hogyha... de itt most már nagyon fontos az árak. Úgyhogy silót is kell venni, mert nagyon fontosak az árak, úgyhogy tényleg maximális áron kell majd eladni. És szerintem egy 4 kilót össze tudsz kapni egy forgóból, és jöhetnek ugye a következő nagy földek. Ugye látod, hogy itt a gabonamalom környéken vagyunk, és ez még mindig nekünk baró jó, mert itt haladunk ugye tovább, és akkor könnyen tudjuk majd elhordani a cuccot.
Úgyhogy jó, úgyhogy teljesen tök jó vagyunk, gyerekek, komolyan mondom. Én érzem a potenciát. Ugye 1 milliárd eurót kell összeszedni, de hogyha például egy aratásból összeszedsz már ilyen, mondjuk több géppel csinálod, rugalmasan, okosan, gépi munkások, minden, összeszedhetsz egy rész alatt még ilyen milliókat is már, és azokat ugye be tudod fektetni állattartásba, amiben ugye megint plusz pénzt fog jönni, úgyhogy az 1 milliárd euró, megmondom őszintén, hogy nem biztos, hogy ez olyan nagyon távlati cél. Távlati cél, de látom az fényt az alagút végén. Jó, megvettük a 10-eset, tök jó. Ne tudjuk aratni. Jó, hát legyen majd. Várjatok, hogy bele is pörgetek, és akkor onnan fogjuk kezdeni, hogy legyen jó idő. Opp, jó idő is van. 17 óra 9. Éppen kicsit ködös az eső miatt. A babnak nem lesz ugye... gyerekek. Viszont kell majd vennem. Kell vennem magot, meg műtrágyát. Jaj, ti meg csak kukorékoltok, meg itten vagytok, az semmi sincs. A tojás, az meg nuka, egy darab tojás nem tojtál, testvérem. Hogy a szemed álljon meg. Ja, egy ilyen pótkocsit meg kell rakni maggal, meg kell rakni minden ilyennel. És egy traktort lehet, hogy elő fogok fogni, vagy nem tudom, hogy oldjuk meg. Ja, hát a pótkocsi mindenképp. Lesz egy ilyen arató, vagy vetős pótkocsink, amire felrakjuk a magot, műtrágyát, permetszer, és akkor az valószínű, hogy ő lesz az, és akkor másra nagyon nem használjuk. Viszont most fogjuk használni, mert a következő részbe, amíg megy az aratás a másik földön, majd, addig ugye itt ezt meg kell csinálni, össze kell szántani. Jaj, de végre, hallod? Csak eltüntetjük innen ezt az egész csekmet szart. Látod? Úgyhogy ez jó, de jó. Ugye? Igaz, hogy valószínűleg magas füvet ott fogja hajtni, nem fogja eltüntetni, az editorral kell, de nem baj. Úgy gyerekek, ez össze lesz számolva ez a két föld, ez brutális lesz. Egyébként ez is dimbos-dombos, ha megfigyeld, van benne ott is egy kis pucka. De ennek ebben meg főleg nézd meg. Tudod? Nem látok az utat, fölmegyünk, és most vagyunk fönn, oda egy domb. Itt megint van egy lyuk, megyünk bele. Úgy, és megint domb. Úgyhogy itt ez ilyen dombos kezd lenni. Na, a gyerekek, tök jó. Egyébként várjatok, egy dolgot még meg akartam nézni. Egy pillanat, jó? Egy pillanat, mert valamit meg akartam nézni. Az elhelyezhető tárgyak. Az egyéb. Van ilyen minméle. Még 50 euró per nap. Hát ezeket nem biztos, hogy nem meg lehet érdemes venni. De viszont ugye van nekünk gyümölcsfáink, amelyik ugye megvan, hogy mennyi eurót termelnek óránként. Viszont ezeknek azt hiszem, hogy szükségeltetik talán trágya és víz. De 90 eurót termelnek. Mennyibe kerül darabja? Nem olcsó. Nagyon nem olcsó egyébként. Nagyon soká, mikor hozza vissza? Figyelj, 9 euró, 100 euróval számolva, 10 óra, 1000 euró, 100 óra alatt hozza vissza, tehát 100 óra alatt hozza vissza, tehát akkor 4 nap, több mint 4 nap alatt hozza vissza az árát, meg még ugye foglalkozni is kell vele, de ez nem rossz. Egyébként, ha van pénzed, vagyok van egy mondjuk 1 millió, és veszel 100 darabot, akkor már ugye 9000-et hoz óránként. 100 darab, ugye? Mert 10 darab hoz 900-et óránként, 100 darab 9000-et. Azért az úgy nem rossz, mert aztán lehet, hogy sokat kell vele foglalkozni, úgyhogy ez is egy franc tudja, hogy mennyire éri meg. Hát az állattenyésztés lehet, hogy arra rá fogunk menni. Valami olyan állattenyésztés kellene, ami nem sokat kell foglalkozni, viszont hozza a pénzt. Lehet, hogy a tyúkok egyébként nem lennének rosszak. Ha visszaugratok ide. Hova? Ide akartam. Lehet, hogy tényleg az lesz, hogy egy kicsit beizítjuk a tyúkokat. Figyeljetek! Ki kellene próbálni, hogy ezek a tyúkok ezek mennyire hatékonyak. Akkor ahhoz meg kellene mennünk nekünk. Ez mindegy, hogy milyen csirkét veszek, ugye?
azt nem írja, hogy hány darab van. Nem. Az, hogy nem tudok többet venni, mint amennyi van, ugye? Helyem van. Én most meg ma visszatörölted, jaj te. Jó, megtelt, oké. Okay. Jó, hagyás. Jó, és akkor van ebbe, ugye, elvileg. Figyelj, fogy a izé, fogy a búza nekik. Jó van, figyelj, van árpám. Aha. Megnézzük, mennyire vagyunk produktívak. Nagyon jó darab csirke, ó, de jó. Tojás 0 liter. Búza 311 liter van neki. Nem tudom, hogy milyen gyorsan fog ez tojni tojást. De meg akarom próbálni. Figyeljetek, most akkor ebbe 50 liter van, ugye? Ez hogy lehet itt? Ja, ide csak annyi, hogy kaja. Oké. Jó, ide kell kaja. Hozzak majd pótkocsiról beölteni. Megnézzük, milyen gyorsan hozza. Mennyit hoz vissza. Mert hogyha esetleg a tojást, ugye, na, gyorsan elmagyarázom. Itt végig meghúznánk egy izébe, csak csirkeolajat vennék. 50 csirke darabjába, nem tudom mennyi férne el. Ugye beülök a krisztálba, aztán megnézzük. Ez, várjátok egy pillanat, ezt még nem akarom nézni, nagyon érdekel. Minden nagyon érdekel. Egyébként ez, na ez a durva ebben a játékban. Ebben ezt használhatom? Ezt nem használhatom, csak kettővel. Jó, de igazából most csak mindjárt nézelődök. Csak azért ültem be, hogy így lássa. De figyeljetek, ide tudnék rakni. Szerintem 20 darabot biztos, 20 ólat. Az 20 darab ól, az 1000 csirke, ugye? 1000 csirke. Menj. És akkor csak annyi lenne, hogy lenne egy pótkocsi, és akkor a gabonát azt ide mindig beöntözné nekik. Mondjuk lehet, hogy két naponta, vagy egy hetente kellene vele foglalkoznom. Viszont, ugye, lenne tojás. A tojás az meg lehet, hogy nagy üzlet lenne. Oda csak fekete csirke kerültem, a sátári csirkék megérkeztek, Jézus Úristen. A hülye is. Megvan-e? Jaj, ez ilyen izé, ilyen utalás, tudjátok. Egy darab fehér csirke, hol vagy? Hol van is, búj, basza. Egy darab fehér csirke kéne, meg 50 darab fekete kakas. Hol van a fehér csirke, vagy egyébként? Ha már megették. Szétölt, hol van egyébként? Ja nem mutatja mind az 50-et, azt hiszem, úgy van megcsinálva. Hanem így pár mutat, azt ott van benne az olva, úgy mutatja, mert én nagyon sűrűen lennének. Ja, 50 csirkém van. Egyébként azt mutatja, hogy 50 csirkém, 48, ilyen, jó, jó, oké, rendben van. Egyébként a szaporodását baromira nem mutatja, de jó van. Ja, nem mutatja, mert fullon van az olva. Értem, rájöttem. Jó. De hát legyen fullon az olva. Tojásra megyünk, nem csirkére. De egyébként akkor szaporítani lehetne a csirkét, ugye? És akkor el lehetne adni, de hát azon meg minimál pénzt keresel. Nem, megnézzük egy darab csirkeólon, ez most itt legyen, adunk neki mindig kaját, hogy mennyi tojást hoz, milyen időközönként, és hogy abból mennyi pénzt lehetne keresni. És ugye akkor már, mit tudom én, 1000 csirke, másik oldalon megint 1000 csirke, 2000 középre esetleg még 1000 csirke, 3000 csirkével, lehet, hogy már tudnánk valamit kezdeni. Lenne fogadhatja, meg ugye úgyis itt dolgozunk, figyeljetek, nem nagy kunszt lenne, hogyha lenne egy pótkocsi, nagyon nagy pótkocsink, csak a végig mész, mindenhova öntesz, kész, annyi lenne, annyit kell vele foglalkozni, ennyit kell, csirkével nem kell, ugye nem kell ganyézni, nem kell víz neki semmi, ilyen nagyon puritár, az jó benne. Jó, srácok, következő részben várlak benneteket, nagyon elpofázza a keeper a dolgokat, nagyon, egyébként nagyon élvezem, ezért van. Figyeljetek, következő ugye az lesz, hogy akkor learatjuk azt a földet, ezt is elvetjük, azt is elvetjük, összeszántjuk. Következőbe nem egyből veszük a következő földet, hanem géppark módosítás lesz. Ez azt jelenti, hogy valószínűleg be fog ugrani rába, magot hordani valószínűleg már nem mizével fogunk, nem traktorral fogunk, úgyhogy egy kicsit itt reformáljuk a dolgokat, mert úgy érzem, hogy erre szükségünk van most már. Köszi szépen a figyelmet, jók legyetek, szevasztok!